Az elmúlt év novemberében megyei válogatottak vágtak neki az amatőr csapatok részére kiírt hazai sorozatnak. Az első kört követően régiós válogatottak mérték össze tudásukat, majd a döntőben a két országrész legjobbjából összeállított együttesek csaptak össze. Az akkor Ibrányi edzőként dolgozó Gerlicki Máté által irányított keletiek sikere azt jelentette, hogy ők képviselhetik Magyarországot a jövő heti selejtező tornán. A szakember azóta az NB3-as Tiszaújvárosnál dolgozik, és a csapatból is többen feljebb léptek egy osztályt, így 9 új játékos érkezett a keretbe. A 16 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályú csapatból 11 érintett, a 23 játékos, akik közül 18-an lehetnek ott a tornán, mindegyike a megyében szerepel. A bő keret kétnapos mini edzőtábort tartott Tiszaújvárosban, ahol a lehető legtöbbet igyekeztek kihozni a közös gyakorlásokból. Ha azt nézzük, hogy ha a saját klubcsapatomat azt 3 hónapja építem, és most néz ki úgy nagyjából, ahogy én szeretném, akkor egy ilyen kétnapos felkészülést el lehet képzelni, hogy mire elég. A két napban 4 edzést is elvégeztünk, és hát a lehető legtöbbet próbáljuk kihozni a tornából. Az, hogy mennyire vagyunk esélyesek, horvátok 2 éve nagy döntőt, tehát Európa-bajnoki döntőt játszottak Írországgal, ott 1-0-ra kaptak ki a döntőben. Egy nagyon-nagyon jó csapatról beszélünk, láttam őket már néhány felvételen is. Ők, én úgy gondolom, nem csak az első meccsnek, hanem a tornának is az esélyesei, de megpróbáljuk ezt a két nap alatt megtanultakat elsajátítani és alkalmazni, és mindenképpen azzal az igénnyel lépünk mi is pályára, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra. A szakember szeretné, ha csapata ugyanazokat az erényeket csillogtatná, amelyekkel kivívta a selejtezőbeli szereplés jogát. Nagyon szervezett csapatot szeretnék látni, akár már ezután a kétnapos felkészülés után is. Tudják elvileg a játékosaink, hogy mit kell csinálni védekezésben, abból, hogy kell átmenni támadásban. Megvannak azok a támadás variációink, amivel meg lehet bontani akár egy szervezett ellenfelet is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha ez a két nap, ez jól sikerült, ez a két nap, és ha ezek megvannak, akkor számíthatunk akár jó eredményre is. A magyar csapat október 24-én hétfőn Horvátország, két nappal később Azerbajdzsán, pénteken pedig Finnország ellen lép pályára. A mérkőzések 13 órakor kezdődnek a kisvárdai Várkerti pályán. Ugyanabban az időben Nyíregyházán a csoport másik két csapata játszik majd egymással. A csoportból a győztes válogatott jut ki a jövő évi franciaországi amatőr Európa-bajnokságra.